A kormány sajtónyilatkozatai szerint a családok megerősítése és a munkátvállalók segítése a legfontosabb eleme a jövő évi költségvetésnek. A 2018-as büdzsében a minimálbér és a bérminimum további emelése fedezett. Az oktatásra 80 milliárd forinttal, szociális és családügyi támogatásokra 200 milliárddal többet fordítanak, mint ebben az évben. A gazdaságfejlesztés nagyobb arányt képvisel ebben az uniós ciklusban. Dr. Vinai Győző, országgyűlési képviselő Vendégünk jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Jó, hát néhány elemét sikerült csak kiemelni a jövő évi költségvetésnek, amit az elmúlt héten fogadott el a parlament, és az szerint a gondolat szerint haladunk, hogy az országnak milyen lesz ez a, ez, ez, ez a költségvetés 2018-as, és milyen lesz a megyének. Hát én azt gondolom, hogy stabil ö, lábakon áll a. 2018-as költségvetés, és ezt lehetővé teszi, hogy Magyarországon a gazdaság egyre inkább erősödik. Ha néhány fő számot megnézhetünk a költségvetésből, de a, a, amit hallottunk, az tényleg így van, hogy a munkából élők költségvetése, a családok megerősítése és a biztonság elérése a fő cél. Na most ezt a gazdasági teljesítmény, az a magyar gazdasági teljesítmény, amely 13-tól, tehát négy éve fokozatosan nő a GDP. Előtte is, csak kisebb mértékben, mert ö, ugye közismert az, hogy 2010 után egy gazdasági fordulatot kellett végrehajtani, és Magyarországnak voltak az IMF-fel tárgyalásai, egy csődközeli országot vettünk át, de hál' Istennek azt lehet mondani, hogy 2014-ben 4%-kal nőtt a gazdaság, 2015-ben több, mint 3%-kal, 3,1-del, és tavaly is, 2016-ban több, mint 2 nőtt, a mostani cél, a 18-as cél pedig 4,3% ez jóval az uniós átlag fölött van, sőt az uniós átlag duplája. Nemrég gyert Nyíregyházen a költségvetési tanács is és megerősítette ezt a GDP növekedést, ennek a mértékét és elérhető célnak is tartotta. Hát igen, elérhető célnak tartotta, mert most az uniós források is megmozdították a gazdaságot, tehát hogyha azt nézem, hogy 2010-ban 2,1% körül volt, akkor ez a dupla. A másik pedig, hogy a, a teljes foglalkoztatottság, tehát a munka. Erőhiány, ami már jelen van, mert van munkanélküliség és munkaerőhiány is, ez azt mutatja, hogy az építőipar, a beszállítóipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, ez mind-mind húzó ágazata a magyar gazdaságnak. Ráadásul a költségvetési hiány az a 3% alatt marad most is, tehát 2,4%-os hiánycéllal számol a magyar gazdaság, és mint egy 3%-os inflációval, ami szerintem a gazdaságnak éppen jó, mert azt szokták. Mondani a szakemberek, hogy, hogy 1-2 százalékos infláció, vagy a, vagy a fogyasztás növekedése, a fogyasztás az 48 hónapja nő a kiskereskedelem, tehát az azt jelenti, hogy az emberek hónapról hónap arra többet vásárolnak, és ezt lehetővé teszi, hogy egy béremelési program is megvalósuljon. Ugye a kormánynak lehetősége a közszférában van, de van egy hat éves, együtt, hat éves szerződés, vagy egy hatéves éves együttműködés a munkadók országos szervezetével, hogy hogyan nőhet a versenyszférában a bér. Ugye 2017-ben nőtt a minimálbér 15%-kal, a szakmunkás minimálbér, vagy a garantált bérminum 25%-kal, az jövőre is folytatódik, a minimálbér 8%-kal, a szakmunkás minimálbér pedig 12%-kal nő. Csak egy számot hadd emeljek ki, hogy 180 ezer forint lesz a legkisebb munkabér, amit szakképzett munkaerőnek lehet adni, ez éppen a duplája mint 2010-ben, tehát itt egy jelentős növelés volt, és hogyha a minimálbér és a garantált bérminimum nő, akkor véleményem szerint az alsó ö, bérkategória nő, az ö, ha szabad úgy fogalmazni, akkor emeli a fölötte lévő bérkategóriákat is. Folytatódhat-e a, -e a béremelés az állami szektorban, vagy az állami hát szektorban? Életpálya modellek vannak. Hát a pedagógusoknál például 2017 szeptember 1-én lesz még egy 3,5%-os növekedés. Ez tulajdonképpen éppen az utolsó eleme a 2013-tól tartó bérnövekedésnek, de itt vannak a rendvédelmi dolgozók, vagy éppen nem olyan régen a járási dolgozók, a közigazgatásban dolgozók, van olyan önkormányzat, ahol a köztisztviselőknek is megemelték, bár így differenciált a dolog, el kell mondani őszintén, hogy ez függ azért az önkormányzatok anyagi helyzetétől is, hogy mennyi iparűzési adót, mennyi építményadót von be, milyen forrás lehetőségeik vannak, de szeretnénk azt, hogy, hogy a köz Szérában, vagy a közalkalmazottaknál az orvosokat, ha megemlítem, a szociális ágazat dolgozóit megemlítem. Vannak bizonyos bérfeszültségek, de ezek a bérek évek óta folyamatosan nőnek. Ugye ilyenkor szokták megkérdezni, hogy a másik oldalon honnan van erre fedezet? Hát a gazdasági teljesítmény. Mert ki kell mondani őszintén. Adózás-adóbevételek? Adózás-adóbevételek, bár, bár adócsökkentések történtek, meg kompenzációs történt a béremelésnél, mert a vállalkozók, akár nagy vállalatról, vagy kis és közepes vállalkozásról van szó, neki ki kell termelni a béremelést. Éppen ezért a megyének nagyon jól jött a minimál béremelés és a szakmunkás minimál de a vállalkozók több esetben panaszkodtak, hogy neki ez többe kerül, ezért a kormány ellentételezte, ugye járulékcsökkentéssel, az EHO és a SZOCO, egészségügyi hozzájárulás és a szociális hozzájárulás jövőre is 2-2 százalékponttal nőtt, az idén 5 százalékponttal nőtt, tehát 27 százalék helyett 20 lett, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a társasági adó az egyik legalacsonyabb Európában, Magyarországon a vállalkozásoknak 9 százalékos adót kell fizetni, ugye korábban elkülönült ez a nagyobb forgalmú cégeknek 19 10 kellett, 10%-ot kellett fizetni az 500 millió forgalom alatti kisebb vállalkozásoknak, most egységesen 9% lett, ez az Európai Unióban az egyik legalacsonyabb adó, ne felejtkezzünk meg a személyi jövedelemadó is 15%-os az is alacsony az Európai Unióban. Meg tudják -e őrizni a munkahelyvédelmi akciótervet? Ez is egy fontos eleme ugye a foglalkoztatás hát, Hogy ne, hogy túl, ne úgy úgy hát a konzultáció erről szólt, hogy ne vonjan el tőlünk az Európai Unió uniós hatáskörbe bizonyos adótételeket, vagy munkahelyvédelmi akcióterveket, mert éppen itt ebben a megyében tudjuk, hogy vannak olyan nehéz helyzetben lévő emberek, vagy családok, vagy szakképzetlen munkaerő, akinek segíteni kell, hogy egy vállalkozó ö, alkalmazza őt, akkor vagy Támogatást vagy csökkentést kap. Hadd mondjam azt, hogy a közfoglalkoztatás rendszer is átalakulóban van a 18-as költségvetés szerint, mert kevesebb forrás biztosít a költségvetés a közfoglalkoztatásra, de nem kell megijedni, mert ezt fokozatosan akarjuk csökkenteni, hiszen szeretnénk, hogyha a közfoglalkoztatásból egyre több ember átmenne a versenyszférába, és erre van egy 40 milliárdos keret. Tehát, ha valaki most állást talál magának egy munkahelyen, egy vállalkozónál, akkor megkapja a közfoglalkoztatási bér egy részét is pár hónapon keresztül, tehát plusz jövedelemhez is juthat. Ezzel is szeretnénk azt a mobilizációt elősegíteni, hogy a közfoglalkoztatásban, akik már visszaszoktak a munkavilágához, azok elmenjenek az elsődleges munkaerőpiacra. Ez nagyon lényeges, hiszen a megyében több mint 30 ezeren dolgoznak, de mindenkit megnyugtatok, hogy ez egy fokozatos... Már közfoglalkoztatásban. Igen, közfoglalkoztatásban. És körülbelül azt lehet mondani, hogy Borsod megye és Szabolcs megye az, ahol a legtöbben kapnak foglalkoztatási helyettesítési támogatást, ami azt jelenti, hogy ha munkanélküliként regisztráltak, akkor egy ilyen 22.800 forintos támogatást kapnak, ami természetesen nagyon kevés. Ezért szeretnénk, hogyha minél többen dolgoznának ö, elsődleges munkaerőpiacon, ha ez nem lehetséges, akkor a közfoglalkoztatásba, és hát ugye itt is. Változtak a bérek, itt is szerény mértékben emelkedtek. Lehetne itt még ki, a képzésekről is beszélni, de akkor nem maradna idő, és nem jutna idő két fontos területre. Oktatásra 80 milliárd forint, a szociális családügyi támogatása 200 milliárddal juthat több Hát igen, A családok megerősítése itt, ez, ez egy nagyon komplex dolog, három elemét emelném csak ki. Az egyik a családi adókedvezmény, amely növekszik a kétgyermekes családok számára havi 35 ezer fő lesz, tehát a két gyerek után, tehát 17.500 gyerekenként, ez évi 420 ezer forint adókedvezményt jelent. Szerintem ez már egy, egy tisztességes összeg. Tehát a, a családok érdemes a demográfiai Hát problémákon érdemes gyereket vállalni, gyereket nevelni, mert ez a kormány, ez a költségvetés támogatja. Családi adókedvezménnyel, illetve azzal, hogy a gyereknevelés költségeit részben átvállalja, akár ingyenes tankönyvvel, akár ingyenes étkezéssel. És van még egy nagyon fontos láb, 226 milliárd forint jut a családi otthonteremtési támogatásra, a Csokra. Ez is több, mint korábban. Ez azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akik családot alapítanak, tehát összeházasodnak és gyereket vállalnak, akkor a családi otthon teremtési kedvezménnyel új otthonhoz juthatnak. De ebben nincs benne az a tétel, ami a legújabb, a legfrissebb, ami a banki hitelek átvállalása, vagy egy részének az átvállalása. Hát a két a három vagy a három gyerek. Igen, millió mm. forint. Ez is és már ez, ez is benne van ebben a csomagban. Hát igen, a költségvetési mm -hmm. forrás meg kell teremteni. Egyébként hadd mondjam azt, hogy egy jelentős tartalékkal is számol a költségvetés, 205 milliárd forinttal. Reméljük, nem lesz rá szükség. Van egy országvédelmi alap, van egy általános tartalék, és van egy mobili, mobilitási tartalék. Tehát a a költségvetésnek a pénzügyi, financiális lábai erősek, a gazdasági növekedés az várható, hiszen az első negyedében 4,1% volt, azt mondták, hogy kilőtt a gazdaság, reméljük, hogy ez 18-19-ben ez a gazdasági növekedés megmarad, a hiány cél az stabil és alacsony, és az inflációs várakozások pedig a 3% körül vannak, ami azt jelenti, hogy a reálbérek növekednek, és az nyugdíjak pedig megőrzik értéküket. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, beszélgettünk erről. Egy nagyon fontos része még az állami beruházások, fejlesztések kimaradtak most ebből a beszélgetésből, de legközelebb sort kerítünk erre, is lesz rá alkalom. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.